A stúdióban az elhangzott, hogy az első félidő lefolyása, illetve eredménye az tulajdonképpen meglepetés, illetve hogy a Győrnek most ezen a mérkőzésen kevés a kulcsjátékosa. Pálinger Katalin erről hogy vélekedik? Mindenképpen meglepetés, bár azt gondoltam, hogy egy nagyon kiélezett szoros mérkőzést láthatunk, de azért meglep egyrészt a Fradinak a türelmes játéka és magabiztossága, másrészt pedig a Győrnek a tanástalansága. Utóbbi az miből ered? Nem tudom, szerintem úgy jöttek ki a pályára, hogy akkor most neki rontanak a Fradinak, és most a Ferencváros nagyon jól ellenállt ennek, tehát nem hagyta, hogy lendületbe kerüljön az Eto, és valószínű, hogy ezért volt ez a megtorpanás. A Fradin mennyire érezni azt, amit nagyon sokan mondtak, hogy ha valamikor, akkor aztán most meg el lehet kapni az Etót? Szerintem most azért érződik, mert ezt hagyja az ellenfél, tehát most valóban megérezték azt, hogy itt bajnokságot nyerhetnek. Bízom benne, hogy a második félidőre összeszedi magát a győri csapat. Az első félidő első felében a győri védekezés, hát finoman szólva hagyott némi kívánivalót maga után, viszont ehhez képest a kapuscsere az kicsit későn jött talán, ezzel mennyire értesz egyet? Igen, kicsit sokáig várt Ambros Martin, de szerintem megadta az Orsának a lehetőséget, és nem akarta idő előtt lecserélni. Szükség van nagyon a jó kapus teljesítményre ahhoz, hogy ez a meccs megforduljon. Azon múlhat, min múlhat ez a fordulat, ami most említve lett? Az egyik alapja az, hogy sokkal keményebben védekezzen és legyen jobb kapus teljesítmény a Győrnél mindenképp. És mi a másik alapillő? Hát az, hogy az elszántságot most már hozzák ki a lányok. No, megnézzük, hogy ez hogy lesz. Kati, köszönöm szépen az értékelésedet. Hamarosan kint vannak már a csapatok, a Győr már itt melegít, és a Ferencváros is hamarosan érkezik, addig a szó a stúdióé. Nézzünk néhány szép jelenetet az első fél időből. Szerencsére volt bőven. Hát sok minden elhangzott a szünetben. Minden esetre az egészen biztos, hogy a Ferencváros egyelőre valóban maximálisan dicsérhető, nagyon okosan, nagyon taktikusan játszik a Fradi, és egy olyan szansa volt a Győrnek, amikor följöttek két gólra, amikor azt tovább lehetett volna vinni, emberelőnyből nem sikerült, és aztán mindig volt a Ferencvárosnál olyan, aki túl tudta lendíteni a csapatot az esetleges kisebb holtpontokon, nagyobb holtpontról nem is nagyon beszélnék a Fradi esetében, hiszen 15 gól dobtak a Győrnek az első félidőben. Amikor egy pici volt, akkor vagy Tomori, vagy Pena, vagy Kovacsic, vagy éppen Szamoránszki voltak azok, akik egy picit hátukra vették a csapatot, és dobtak egy-egy gólt, ami mindig nagyon jókor jött a Ferencvárosnak. Az egész biztos, ugye magam is labdajátékon nőttem föl, igaz, kosárlabda, de azt tudom pontosan jól, hogy az ilyen gyors indítások, azok nagyon meg tudják ülni az embernek a lelkét. Tehát amikor kimegy egy csapat, és kap mondjuk 10 perc alatt 3-4 gyors indítást, egy olyan helyzetben, amikor győznie kéne hazai pályán, akkor az nagyon nem esik jól, és az nagyon el tudja bizonytalanítani védekezésben az egész társaságot. Hát ennek is láttuk most az egyik példáját az első fél időben. És hát valóban a kapusok közti teljesítményt az zongorázni lehet, bár hozzáteszem, hogy amióta Lunde bent van, azért ő is egész szépen fölhozta a teljesítményét, de hát egyértelmű, hogy Katarina Tomasevics fantasztikusan véd a Ferencváros kapujában, és amit lehet, azt megtesz. 11 gólon tartani a Győrt az Audi arénában, ez tényleg egészen döbbenetes. Ugye az egy dolog, hogy a Fradi az 18 és fél éve nyert legutóbb Győrben, de legutoljára egyáltalán valakitől, ez egyébként a Dunafer volt, 2004-ben, október 3-án kapott ki hazai környezetben a Győr, azóta valamennyi hazai bajnokiát megnyerte. És talán ez az a verhetetlenség mitosza, amelyben bíztak a győriek, hogy talán ettől megremeg majd mindig valakinek a keze a Ferencvárosnál, hát jelentem nem. Tehát a Ferencvárost ez nem érdekli, hanem ők itt vannak és megpróbálják megragadni a lehetőséget, és ehhez már csak 30 percet kell valahogy kibírniuk. 26 másodpercig még ember előnyben a győriek, ezt ne felejtsük el, de a Ferencváros kezdheti majd a második fél időt. Szucsánszki Zita, aki nem gólokkal tűnik most ki ezen a mérkőzésen, hanem nagyon okos passzokkal és azzal, hogy magára tudja vonni mindig a védők figyelmét. És ennek ellenére, hogy rá külön odafigyelnek, ez a Fradi ez így is szépen muzsikál, simán 4 góllal vezetnek. Hát akkor nézzük a második félidőt. Gondolom, itt egy darabig elhúzzák majd, hogy ki tudjanak egészülni.
Szarka Adrien most a bal szélen a Ferencvárosnál, Szucsánszki elindul, azonnal megfogja őt Lőke a mezénél fogva. És kiegészül a Ferencváros, Szamoránszki visszajön, úgyhogy innentől kezdve megint egyenlő erők küzdelme. Tomori, Pena. Lassan passzív lesz, el kell majd lőni. Lunde véd egyet, eléggé éles szögből engedte el ezt Pena. Nincs gól tehát a második fél időben, legalábbis a ferencvárosiak első támadásából nincsen. Szeny, Kovacsics. Szép bejátszás, Heidi Lőke dob gólt. De nagyon fontos lehet, hogy a második félidőnek az első 5 perc az kinek sikerül jobban. Sikerül esetleg a Győrnek egy villámrajtot venni és lefaragni a hátrányt, vagy pedig marad ez a 3-4 gólos különbség, netán a Fradi kezd majd jobban ezután a perc után, mert az alapvetően meghatározhatja az egész második félidő kimenetelét egyébként, hogy most itt mi lesz. Ha esetleg a következő percekben a Fradinak bejönnek a dobásai, az elkedvetlenítheti a Győrt. Tomori. Szucsánszki. Visszateszik neki a labdát. Szucsánszki egy az egybe. Pena. Fölé lőtte. Megy a gyorsindítás. Lőke. És Tomášević hatalmasat védett. Talán kár volt elkapkodni a Győrnek ezt a gyorsindítást. Mindegy. Ugye Pena érezte, hogy jön a labda, megpróbált ott kaszálni egyet a kezével, ezzel együtt ezt Lőkének be kellett volna egyébként dobnia, úgyhogy följegyezhetünk egy újabb Tomášević bravúrt. Eladja a Ferencváros a labdát, Tomori volt az, megpróbálta Penának oda passzolni, akin ott volt egy ember. Kicsit beragadt a Fradi a második fél időnél, úgy érzem. Kapott egy pofont Hornyák. Szarkától. Hornyák leül, jön helyette a pályára Aguilar a győrieknél. Kovacsics, Aguilar. Elek Gábor mutatja Penának, hogy jöjjön már le. Cifra jön vissza a pályára közben. Megvolt a törlés, innen folytatódhat a játék. Szeny, Kovacsics. Korsós megint lent a bal oldalon. Aguilar egy testcsellel beviszi, de Tomášević ezt is kivédi, igaz, visszapattan a győriekhez a labda. Kovacsics. Nedlikova. Szucsánszki is és Lőke is a földre került bent. Szeny közelebb viszi, Tomášević megfogja, belesípolnak a bírók. Kovacsics, Lőke és lökött. Lőke lökött mielőtt befordult volna, ráfújták a faltot. Jöhet a Ferencváros. Igen, ott fogta Tomorinak a mezét, lehetett látni. A Ferencváros még nem dobott gólt 4 perc alatt a második fél időben. Aguilar tovább teszik, és ott van. Mire kimondom, már Szarka Adrien bedobja. És megint 4 a különbség. Hornyák megint leül, és jön vissza megint Aguilar, cserélnek a győriek, ezért kell várni. Kovacsics. Szeny, bemozdul. Ezt ő bedobja, ott megállítani nem lehet, sőt, cifrát 2 percre megint kiküldik. Hát ez a lehető legrosszabb volt a Ferencváros szempontjából. Ez a második kiállítás egyébként cifrának.
ember előnyben megint a Győr tehát. És most jön a győri közönségtől a mindent bele. Pena, Szucsánszki. Lepasszolja, Szarka eldobja, de belülvédekezés volt. Kenidliková, a szenvedő alany, nézzük csak. Igen. Ez azt jelenti, hogy akkor jön a 7 méteres, jön Pena. És ember hátrányból dobhat megint nagyon fontos gólt a Ferencváros. És nem győzöm hangsúlyozni ezeknek a fontosságát. Nem először fordulna elő, hogy ember hátrányból tud a Fradi gól dobni. És ezek mind-mind olyan apró momentumok, amelyekből összeállhat a nagy kép, a nagy mozaik. Pena és Lunde, bedobja Pena. Érezte Lunde, hogy merre kell mozdulni, de nem érte el a labdát. Másfél percig emberelőnyben még a győriek. Illene gól dobni emberelőnyből, hogyha itt még szeretnének egy szombati harmadik mérkőzést. Le a szérek, Nedlikova bevarázsolja a labdát. És még mindig majdnem egy percig ember hátrányban játszik a Ferencváros. Így aztán sokkal nyitottabb most a védekezés. Gyakorlatilag egy az egyben kijönnek néhány játékosra. Tomori. Szarka kéri el gyorsan a labdát. Szucsánszki. Tomori próbálja továbbvinni, lefogják mind a két kezét. Szucsánszki. Belefújnak megint. Tomori lőheti el, és mellé megy. Egy győri játékos lent a földön közben. Heidi Lőke az, és maradhat a Fradinál a labda. Lőkének az arcába csapott valaki. Aha, oda a homlokára. Oda kapott egy ütés Lőke. Igen, hát ahogy Tomori eldobta a labdát a kezével, hozzáért Lőkéhez, ezt lehetett látni a lassításnál. A győri szurkolók szemszögéből, velük szembe pont a ferencvárosi szurkolók. Tomori át a kínaira, 7 méteres. És Knedlikova védekezett megint rosszul, Penával szemben, egyébként simán leért a lába Penának, de azért, mert lökték a levegőben, 7 méteres. És a Ferencváros dobhat. És akkor megint azt mondom, hogy ha ez bemegy, akkor 4 gól a különbség. Pena, és bemegy. És hiába játszott emberelőnyben a Győr, semmire nem mentek vele. Tehát nem, hogy az egál játékban nem tudják pariban tartani a mérkőzést, hanem még ember előnyből is szenved a Győr. Eltelt 7,5 perc a második félidőből, és gyakorlatilag, ha a második félidőt nézem, akkor 3-3 az állás. Kenedlikova bedobja. Egy pillanatra megakasztott a Szarka Adrien, aki kap egy 2 perces kiállítás még, mielőtt lemegy. Ő megint emberelőnyben a Győr. Ugye mondtam már az előbb, ez a lehető legrosszabb volt. Nekünk mindig azt tanították a kosárban, hogy hát vagy ne bántsam, vagy üssek oda úgy, hogy ne legyen belőle kosár. De így, hogy kosár is, illetve gól is, és még kiállítás is. Tomori. Vértem. Pena, Szucsánszki,
ő teljesen inaktív ebből a szempontból, de Pena bedobja, mert megint kilépnek előle, megint nem lépnek rá rendesen. Elmegy Szenny mellett, aki még úgy tessék, lássék, belelök egyet, aztán ennyi, hagyja sorsára Penát, ő pedig köszöni szépen és bedobja. És csak jelzem, megint ember hátrányban dobott gólt a Ferencváros. Szabad dobás. Szamoránszki és Lőke akadtak össze. És ahogy telnek a másodpercek, az nyilván a Ferencváros malmára hajtja a vizet. És egyre idegesebb lehet tőle a Győr. Aguilar, Nedlikova, Tomasevics véd. Ú, de nagyot esett szegény. Rálépett, azt hiszem a labdára, én is pont takarásból láttam, és hatalmasat zakózott, a derekára esett rá. Szucsánszki oda megy megnézni, hogy rendben van-e Tomasevics, tudja folytatni. Minden esetre egy kimaradt győri lehetőség megint itt. Igen, lefelé megy a labda. Aha, igen, rálépett a labdára, beakadt a talpa alá, és hát értelemszerűen hanyatt is esett Tomasevics. Nedlikova képem. A Fradi szurkoló tábora pedig énekel. Érthető az örömük. Íme itt vannak. Tomasevics pedig talpon. Kemény fából faragták. Pena is ott van, érdeklődik a hogy léte felől. A nagyon nagyot esett szegény. Most is nagyon fáj, de most még be van melegedve. Ez holnap hogy fog fájni reggel, amikor majd föl kell az ágyból. Tomori. Tomori végigviszi az akciót, lefaltolják. Vérten még visszatolja Tomorinak, ő beviszi, és ott a gól. Tomori is egész más arcát mutatja, mint az első mérkőzésen, és most, hogy nincsen Szucsánszki, így most Tomori is sokkal nagyobb szeletet vállal. 4 gólnál tart, ami még mindig nem az ő szintje, de hát még sok van hátra a meccsből. Ott hagyják Aguilárt, ezt ő köszöni szépen, és akkor be is dobja. Ez egy könnyen szerzett gól most a győrieknek. Aguilar pedig leül, és lehetett látni, fölnézett a kijelzőre, megnézte, kicsit elhúzta a szemöldökét. Pena, Tomori. Szucsánszki nem éri el. Szenny. Knédlikova. Végigviszi, bedobja. Na, lesz-e fordulópont? 3 góra följön a Győr. Most egy picit szétesett a Fradi játéka. Szerintem csak a következő alkalomra vár Elek Gábor, hogyha valami nem sikerül, időt fog kérni. Pena. Szabad dobás. Szamaránszki a földön. Pena, aj, de szép! És mekkorát védett Lunde. Azért ez nagyon nagy játék volt. Ott van már az a kis zöld lap Elek Gábor kezében, hogy tudjon időt kérni, ha kell. Kornyák. Korsós. Kovacsics. Tomasevics véd. És ez egy nagyon-nagyon fontos védés volt most Tomasevics-től. Ha ez bement volna, akkor 2 góra följön a győri Audi Eto KC. Így marad a 3, és lehet 4.
Egyelőre tehát nincs is időkérés. Pena. A Fradi pedig okosan játszik az idővel is. Tomori, gól! Az ötödik gólja Tomori Zsuzsának. Aki azért csak bebizonyítja, hogy érdemes volt őt leigazolni. 8/5 javult a százalékos mutatója is, és nem, hogy Elek Gábor kér időt, hanem Ambros Mártin az, aki úgy dönt, hogy ez nem lesz így jó, megint 4 a különbség. Ugye 6-6 a második fél időben az állás egyelőre. Hát több tűz van Ambros Mártinban, mint a játékosokban a kép alapján. Jó, figyelj ide! Védekezésbe! Még mindig egy kicsit közel engedjük őket. Már nem halljuk, hogy mit mond, legalábbis én nem hallom, hogy mit mond Ambros Mártin, de a szívét és a címert mutatja, és üvölt a lányokkal, hogy nincsen bennük tűz. Hát ő akarja legjobban ezt a győzelmet, és nem pedig azok, akik bent vannak a pályán. Azért ez sokat mondó volt így is, hogy nem hallottuk, hogy mit mond. Megpróbálta valahogy Ambros Mártin föltüzelni őket. De hát nincsen egyszerű dolga. És a 13. percbe léptünk. Még mondja magáit Ambros Mártin a kispadon is a mellette ülő Hornyáknak. Most már aztán a meccsel foglalkozik. Egy szép labdaszerzés, csak rálépett a vonalra Kovacsics Mónika. És hiába mutatja neki Tomasevics, ment a bírónak, hogy ez nem így volt, nyilván nem fogja visszavonni az ítéletét. Ezzel újabb lehetőséget kap a Győr a zárkózásra. Szucsánszki majdnem megszerezte a labdát, Knedlikova, Lőke, Aguilar, Knedlikova eldurrantja a hosszúra, és egyszerre emelkedett a keze a magasba Vértennek és Tomorinak. Muszáj lenne kivédekezni a Győrnek ezt a ferencvárosi támadást. Ha itt most gólt kapnak, akkor lehet, hogy megroppan a Győr, mert akkor megint 5 lesz a különbség. Tomori penával játszanak össze. Tomori elindul befelé, megállítják. Hornyák. Pena. Tomori fölé dobja. Hornyák. Szeny. Lőke bedobja. Úgyhogy nem lesz közte 5, hanem 3. Heidi Lőkének ez a 3. gólja, 4 kísérletből. Látott egy szabálytalanságot a játékvezető. Benne a kezében a labda, Vérten. Elfut keresztbe. Szucsánszki, Tomori. Ellökik, letette azért Kovacsicnak, most már fönn a játékvezető keze, Tomori lövi el, ott a kipattanó Lunde megint védett egyet, és eladják a labdát, Vérten vissza tudja szerezni. Pena, és megint Lunde védett. Játszhatott volna most taktikusabban is a Ferencváros egyébként, így viszont támad a Győr. Knedlikova, Hornyák, Kovacsics. Eltelt a második félidő fele, jelentem. Szeny lejön, Aguilar jön a pályára a helyén. Itt van. Ő irányít most, Aguilar, Hornyák, Knedlikova. Lépést reklamálnak a Fradi kispadjánál.
De a Győrnek túl hosszan nem lehet építgetni a támadásokat, és ez is megbosszulhatja majd magát. Oldalháló, de 7 méteres. Kovacsic mutatja, hogy ő már pedig nem ért senkihez hozzá. Korsós minden esetre a földre került, de hát azért meglökte a derekát. A csípőjénél lehetett látni. És akkor a büntetővel, a 7 méteressel Lőke következik. Vele szemben Tomasevics, bedobja Lőke. Lehet, hogy hatott Ambros Martinnak a kirohanása itt az időkérésnél. Mint hogyha valami átragadt volna Lőkére is. Ebből a szenvedélyből, ebből a tűzből. De továbbra is azt mondom, hogy ha most a Fradi dob egy gólt, akkor olyan nagy baj nincsen az észemszögükből nézve, de nem dob. Szucsánszkinak megtámasztják ugyan a könyökét, de nem fújnak a bírók. És egy gólra följöhet a Győr. Ez fordulópont lehet. Szeng, Hornyák. Bedobja. 21-20. És időt is kér Elek Gábor. És időt is kér Elek Gábor, aki még egy kicsit a játékvezetővel veszekszik, amiért kap egy sárga lapot ebben a pillanatban. De ide! Szinte elvétel a passzív játék! Elvétel a passzív játék, és elkezdte égetni a kezünket a labda! Fizi átolózt teljesen, és folyamatosan keresztbe kell cselezni! Kicsit nyitottabban már, nagyobb lendülete! Rájuk a kettes, Zsuzsinak! Jó kettes fogát, senki oda, abból jöjjön! Ne menj át a jobb átlagó oldalára, erre bírkozni, nem lesz jó! Jó, semmi baj nincsen! Indítsd el a mozgásokat újra! Gyerünk! Gyertárom! Próbáltam megnyugtatni a játékosokat Elek Gábor. Ő szemszögében nézve teljesen igaza van. 5 gólról egyre följön a Győr. És ugye a nagy kérdés, hogy most hogyan tovább. Sikerül-e a Fradinak fölállnia és dobni egy gólt, vagy nem? Ez egy nagyon fontos kérdés, egy nagyon fontos szakaszához érkeztünk a mérkőzésnek. Szucsánszki, Tomorira kell majd a kettest kijátszani, hallhattuk. Bena. Szucsánszki beviszi, bedobja. Nagyon fontos, nagyon jó gól dobott Szucsánszki. Mármint, hogy nagyon jókor jövő gólt. Hornyák. Kovacsicstól kapja vissza a labdát, Aguilar. Aguilar. Sárga lapot adnak a Ferencváros játékosának. Tomori, ma egyébként simán belement Aguilar. De nem is ő kapta a sárga lapot, hanem Mészáros Rea, és a 2 perces kiállítást is. És így aztán jöhet a 7 méteres. Jön be Szikora Melinda. Ugye ez volt az a szituáció, amit a vízilabdánál azt fújja, amit akar. Ez fújhatta volna simán belemenésnek is a bíró. Lőke, és Szikora, és Lőke bedobja. Jön vissza Tomasevics a kapuba egyébként, csak a 7 méteresre jött be Szikora Melinda. Vérten, Pena. De ne felejtsük el, hogy a vezetés, az előny még mindig a Ferencvárosnál, igaz, megint ember hátrányban játszanak. Vérten ellöknek egy hatalmasat. A játékvezetők le se fújták. Pena! Ha jól láttam, még a kapufa is hozzáért.
Szucsánszki. Pena. Lesz-e vajon valaki, aki a hátára veszi ezekben a pillanatokban a Fradit? Mutatja a bíró, hogy honnan kell elvégezni a szabaddobást. Tomori. Szucsánszki ellövi messziről, Lunde beleért. Ez nem volt dobó helyzet egyébként, hozzáteszem. Tehát nem neki kellett volna onnan olyan messziről eldobnia, de hát már el kellett lőni a labdát. Hát kérem szépen, egyenlítési lehetőség előtt a Győr. Hát ilyen az elején volt utoljára, hogy egál volt. Mert hogy végigvezetett a Fradi a meccsen. Kornyák eladja a labdát, nem lesz egál legalábbis egyelőre, biztosan nem. És újra két gólos ferencvárosi előnyre fordulhat a meccs szituáció. Úgyhogy gyakorlatilag 10 perc van hátra a mérkőzésből, és kiegészül a Fradi. Jön vissza Szamoránszki beállóba. Pena. Szucsánszki próbál lefordulni, a mezénél fogva rántják vissza, szabad dobást kap. Pena, ő megveri a védőjét egy az egybe, és egy nagyon fontos gólt lő Nerea Pena. A ferencvárosi szurkolótábor ölül. Igen, ugye ezt már mondta Elek Gábor az első fél időben is, hogy Hornyákra tessék kijátszani ezeket a helyzeteket egy az egyben. És látható, hogy Hornyák ebben verhető is. Ha nincs, aki besegítsen, akkor őt megverik. Aguilar, Kovacic tovább, Hornyák inkább kifordult. Le a szélre, Korsós, és megfogja Tomasevics! Marad a 23-21! Hát mennyi fordulat van még ebben a mérkőzésben? Hát nem, hogy egál nincsen, hanem hogyha ezt bedobja a Ferencváros, akkor három lehet megint a különbség. 9 perccel a vége előtt. Tomori, Szamoránszki elesik, de azért, mert lerántja Szeny. Törölni kell. Igen, hát ketten két oldalról támasztották Szamoránszki piroskát. Aki ott volt abban a bizonyos 2007-es bajnokcsapatban, amikor utoljára nyert a Fradi bajnoki címet, mert hogy azóta Zsinórban a Győr nyeri a finálékat. Pena megint egyedül, és megint 2 perces kiállítás, ezúttal Milanovic volt, aki lemaradt, 2 perces kiállítás és 7 méteres. Ha Ferencváros most okosan játszik, akkor ezzel a 7 méteressel, ha bedobják, és az ember előnyben elmehetnek a végéig előnnyel. Szucsánszki érkezik most, nem pedig Pena, és visszajön Herra kapuba. Szucsánszki oldalra pillantott, megnézte, hogy kijön Herr. Na akkor nézzük, hogy hova kell dobni. Szucsánszki, és megvan, Herr megfogja! Kimaradt Szucsánszki 7 méteresen. Jó csere volt Herr, egyébként ha nem ér hozzá, akkor is kifelé pattant volna a kapufáról a labda, vagy minimum vissza a pályára. Vajon ez a Herr bravúr, ez lendületet ad-e a Győrnek? Aguilar, de még mindig közte 2 van. Létfontosságú a Győrnek, hogy gól dobjanak, de nem tudtak Tomasevicsnek gól dobni. Nem volt előkészítve egyébként ez a Kovacic lövés, vagy ha elő is volt, úgy, ahogy Tomasevicsnek nagy napja van. És ugyanúgy, mint az első meccsen, ahol jól védett, most még annál is jobban. És még ember előnyben a Fradi, igaz Lunde megint hatalmas bravúrral véd, úgyhogy fenn a lövéséből nincsen gól. A különbség tehát sem ide, sem oda nem nő, nem csökken, hanem csak a másodpercek mennek.
8 gólnál tart a Ferencváros a második félidőben, és 10-nél a Győr. Szeny, Aguilar. Szeny próbál bemenni, Szaboránszki fogta meg. Kovacsics. Aguilar, Pena majdnem elcsípte a labdát. Fönn a játékvezető keze, ezt el kéne lassan dobni, kapnak még egy szabad dobást. Lőke. Törölni kell, mutatja Szucsánszki. Az egyik kezével átkarolta, a másikkal pedig a labdát próbálta kisodorni Lőke kezéből Szucsánszki. Ki fogja elvállalni? Kovacsics vállalta el, és Tomasevic megint védett egyet. Hát lehet, hogy ez dönt egyébként, ez az extraklasszis kapus teljesítmény ezen a második mérkőzésen. Nagyon-nagyon könnyen lehet, hogy ez fog dönteni. És nem másról, mint a bajnoki cím sorsáról. A Fradinak gólt kéne dobnia, hogy nyugodtabb lehessen. Pena, Tomori, nincs meg a rés a falban. Szucsánszki elindul befelé, tolják kifelé, Szucsánszki a földön, Szamoránszkit lefogják, és ott pattog a labda. A játékvezetők nem fújtak semmit, sem Szucsánszkival szembeni szabálytalanságnál, sem a végén. Szeny érkezik, bedobja. Följön egy gólra a Győr, és 6 percnél is kevesebb van már csak hátra. Hát itt még elképesztő izgalmak lehetnek a végén. Szucsánszki. Tomori. A Fradinak az biztos, hogy rohannia nem kell, mert ők vezetnek. Pena. Tomori nem mozdult rá. Kezdődhet megint a támadás építés. Tomori! Nagyon nagy labda volt, amit kapott, és nem lépnek ki rá, akkor ő eldobja. Hát Ambros Martin a fejét fogta az újabb Tomori gól láttán. Ezek azok, amik egyébként simán kiküszöbölhető gólok. Egy kis odafigyelés, egy kis agresszivitás. Kovacsics, Aguilar. Szeny elmozgott keresztbe a Ferencvárosi a labda, és nem fújnak a bírók. És Szucsánszki pontosan tudta, hogy nem kell rohanni. Nem kell indítani senkit. Játszani kell az idővel. És a Ferencváros ezt megtette. Hát Szucsánszkinak nagyon helyén van az esze ezekben a pillanatokban is. Tomori. Ha most gólt dob a Ferencváros, 3 gólos előnnyel mehet bele a végjátékba, lerántás. Megnézte a játékvezető akkurátusan, de nem kell törölni a pályát. Pena. Tomori. Szucsánszki nem tudja visszatenni, mert Tomorira kilépett Szeny. Szabad dobás. Pena, le a szélre, vérten. Szucsánszki próbál közelebb menni. Megint odaütnek a kezére. Tomori lövi el, mellé. Már fönn volt a játékvezetők keze, el kellett lőni. És Ambros Martin kér időt, tehát a győrieknél következik egy időkérés 3,5 perccel a vége előtt, 2 gólos Ferencvárosi előnynél. Left, Hagi, Beto, middle. Okay, Maka there, 2 pivots. Remember, if goal and they play fast, pressing here, not the ball, 3 meters, not 2 minutes. And the other two go to the pass line, okay? Girls,
Sokat nem hallottam, megmondom őszintén, az időkérésből, olyan hangosan szól a zene ilyenkor a Győri arénában, de mintha két beállós játékot játszaná majd most a Győr, erre kíváncsi vagyok. Megnézzük, mit tudnak kezdeni. Igen, lehozzák a kapusukat, Lundét, és most Hornyákon van ugye a megkülönböztető mez. Na nézzük. Igen, Lunde és Milanovic a két beálló most a győrieknél. Hornyák, Szeny. Jól védekezik a Ferencváros, és ott a gól. Eddig jól védekezett a Ferencváros. Bognár Bódi Bernadett góljával följön a Győr egy góra. Igen, tehát ezt találta ki, akkor Ambros Martin, lehozzák a kapus, plusz egy mezőnyjátékos két beállóval. És széthúzták a mezőnyt. Most azért góldobási kényszer a Ferencvároson. Pena, bedobja! De milyen könnyedén megint! És megint lejön Lunde, és megint egy mezőnyjátékossal több a győrieknél, és akkor ugyanúgy a két beállós játék megy tovább. Szeny. Aguilar. Hornyák. Nem jött jó kézre Aguilarnak a labda. Szeny. Aguilar megint fönnakad. Szeny eldobja, Tomášević véd, szabad dobás. Szamoránszki a felkarját fogja. Úgy nagy ütközés volt. 2 perc van hátra a bajnoki döntő második mérkőzéséből, és egyelőre a Ferencváros áll nyerésre, és ez azt jelenti, hogy bajnokok lehetnek, de ebben a pillanatban Hornyák gólt lő. Úgyhogy ez alatt a 2 perc alatt még bármi lehet, bár továbbra is vezet a Ferencváros, amely megszakíthatja a Győr 7 éves királyságát. 1,5 perc van hátra a meccsből. Ha itt most góldob a Fradi, akkor szerintem bajnokok. Szucsánszki, odaüttek egyet a kezére. Hiába vetődött rá Bognár Bódi a labdára. Ha nem tudja góllal befejezni a Fradi ezt a támadást, ugye akkor láthatjuk, sok van még hátra, és egyenlíthet a Győr. Pena nem tudja tovább passzolni, mert lefogják a kezét. Törölni kell. 28-46-nál, 47-nél áll az óra. Vajon kivállalja el a Fradinál majd ezt a lövést? Szucsánszki. Pena. Tomori jön. Tomori elindul befelé, beteszi Szamoránszkin a gól! 2 a különbség megint. 1 perc van hátra a bajnoki döntőből. És 26-24 a Ferencváros Railcargónak. És itt már nem lehet az idővel játszani. Itt gólt kell dobnia a Győrnek. Ha nem dobnak gólt, a Ferencváros bajnok. Le a szélre. Tomášević nem tudja megfogni, a lába között bemegy a labda, de már csak 1,5 perc van hátra. És vezet a Ferencváros. Nyilván kijön a Győr védekezni. Na nézzük! Lesz-e bajnok a Ferencváros? Másodpercek választják el a 12. bajnoki címtől a Fradit, és Elek Gábor időt kér 20 másodperccel a vége előtt. Szóval 11 bajnoki érme van a Fradinak, és 11 a Győrnek. Két dolgot nem lehet csinálni. Technikai hibát, mert se eladott labda, se belemenés, se lépés hiba, jó? És kapuralövés nincsen. Jó, segíts a másiknak! Kapuralövés nincsen, jó? És a part az a többet ér bárminél. A part többet ér bárminél. Semmi, nyugodj le, nyugodj meg, jó? És passzívnál fölöljük a picsából, ellátod, hogy ne tudjon gyorsan indítani, jó?
Na, figyelj ide! 20 másodperc! 20 másodperc! Mindent hallottunk, kedves nézők! És mindent látunk. 20 másodperc van hátra, egyel megy a Fradi, nem kell góldobni, nem kell kapura dobni. A falt többet ér mindennél. Ezt mondta Elek Gábor. Nyilván, ha jól játszanak, jól passzolgatnak, elmegy az a 20 másodperc, és bajnok lehet a Ferencváros. Szucsánszki megint gól! Belefújnak a bírók, 2 perces kiállítás. Igen, 2 perces kiállítás, Heidi Lőke. Hát Szucsánszki nem azt csinálta, amit mondott Elek Gábor, hanem elindult a kapu felé, bár ha odaütnek neki, nyilván az is jó. 10 másodperc van hátra a meccsből. Szucsánszki és Tomori passzolgat, nem fognak dobni, mert nem kell. Le a szélre, Kovacsics, gól, és bajnok a Ferencváros! Megvan a 12. bajnoki címe a Fradinak. 18 és fél éve nyert legutóbb Győrben az FTC női kézilabda csapata. És az elmúlt 3 bajnoki döntőt mind elvesztették. És 2015-ben bajnok a Ferencváros. És azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen megérdemelten végigvezetve a mérkőzésen. Tehát aki azt mondja, hogy ezen a meccsen nem érdemel győzelmet a Fradi, akkor az nem erről a meccsről beszél. Végig vezettek, végig. És bár voltak jobb periódusai a Győrnek, amikor följöttek 2, illetve 1 gólra is, azon a bizonyos holdponton soha nem tudtak átkerülni. Abszolút megérdemelten nyert a Fradi. A Népligetben és Győrben is megverik a győri Etót. Egyelőre a Ferencváros játékosai örülnek, és Elek Gábor próbálják dobálni a levegőbe. Az nem egy egyszerű feladat, lányok. De azért a jelkép az megvan. Így is előkerülnek a pezsgős üvegek. Szikora Melinda locsolja szét a pezsgőt. És hát totális kiábrándultság persze a másik oldalon. És a győri nézők meg elindulnak hazafelé. Az a helyzet, hogy jobb volt a Ferencváros ezen a meccsen kétségtelenül. Ugye az volt az első meccs után, hogy a szerencse döntött a 7 métereseknél. De most ez itt egy abszolút megérdemelt volt, és hogyha minden igaz, akkor Tóth Bálint előtt már ott áll Elek Gábor. Hát az igaz, hogy Elek Gábor itt áll mellettem, de Elek Gábor elhiszi az, ami igaz, hogy bajnok a Ferencváros. Még nem hiszem el, tehát félelmetes érzések kavarognak bennem. Megmondom őszintén, hogy egyszerűen ezt fogom inni, tehát most nehéz bármit mondani, úgyhogy ne kínozzatok most sokáig. Hát azért egy kicsit kínozom majd Elek Gábort, milyen volt a levegőben, milyen volt abban a légüres térben, ahogy elkezdte a Ferencváros ezt a meccset, mert máshogy jött ki erre a meccsre, mint a Győr, és ez talán döntő volt. Nagyon akartuk, én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon akartuk ezt a győzelmet, és mondom, nem tudok most mit mondani, ne haragudjatok, hadd menjek el, köszönöm. Jó, egyelőre akkor az edzői értékelésekkel eddig tartottunk. Egy picit visszaadom a szót Knézi Jenőnek, és aztán folytatjuk még innen a pálya széléről. Köszönöm szépen, de bármikor, hogyha a Fülemre szólnak bentről és Zsiga Gyuláig szeretnének hozzászólni, akkor természetesen adjuk vissza majd a képet meg a hangot. Egyelőre az van, hogy a győriek gratulálnak a Ferencvárosnak, és összeölelkeznek a játékosok. És aztán pedig perceken belül természetesen jön majd az ünnepélyes eredmény hirdetés, a fradisták pedig kimennek a szurkolótáborhoz. Hát lejött vagy 300 fradista biztosan, tele a szektor velük, és elképesztő hangulatot csináltak a fradi szurkolók. Talán nekik is van nem is kevés közük ahhoz, hogy mind a két meccsen tudott nyerni a Ferencváros. És akkor nézzük a másik oldalt. Parancsolj! Hallgassuk, hiszen Ambros Mártin itt áll mellettem. Értékelje a mérkőzést, mi hiányzott ma. So, Ambros, please describe this game. What's missing today? What's missing in the final? First of all, I would like to congratulate Ferencváros because they play good both games. And of course, our defense was not the best today. No, it was not the best last day.
And probably this is the reason because we lost both this today game. Igen, hát a két mérkőzésen a fő ok, ami miatt elvesztették ezt a döntőt, az az volt, hogy a védekezés nem működött jól. Elsőként gratulált Ambros Martin a Ferencvárosnak a bajnoki győzelemhez. Megérdemelte a Ferencváros, ő is ezt mondta. Még egy kérdés, hogy ez volt-e edzőként a legnehezebb szezonja? Ugye itt voltak nagyon nagy cserék szezon közben, hogyan értékeli ezt a szezon, most már a végére értünk. Szóval Ambros, was this season the hardest ever in your coaching career? What do you think? No, all the defeats are very hard. For me, the worst, because you cannot do nothing, is the player who has been injured. This is why I am really disappointed and sad during the whole season. And this is, of course, not a reason because we lost today. It's just because you asked me what is the worst defeat. For me, the worst defeat is that many players are with serious injury and they cannot play handball for this year. But yes, because after a lot of problem, every time we fall down, we stand up even stronger. But in the last one was really, really hard and we couldn't. Ambros, thank you very much for the interview. Összefoglalva Ambros Martin mondandóját, mindjárt kezdődik mögöttünk természetesen az eredményhirdetés, szóval összefoglalva Ambros Martin mondandóját, azt mondta, igen, ez volt a legnehezebb szezonja edzőként, de nem ezért a vereségért, illetve nem ezért a mai mérkőzésért, nem ezért az elvesztett döntőért, hanem azért, mert az egész szezon során voltak sérült játékosai, akik nem tudtak játszani, és ezek folyamatosak voltak, és ezért csalódott leginkább. Hát ennyit összefoglalva egyelőre innen a pálya széléről. Természetesen játékos interjúkkal folytatjuk, de addig Nézi Jenője a szó, hiszen hamarosan kezdődik az eredményhirdetés. Hát már, ha a Ferencváros játékosai oda jönnének, mert egyelőre megy az ünneplés, de hát ez teljesen természetes ebben a helyzetben. A saját szurkolótáboruk előtt ölelkeznek a lányok, fölvettek már egy külön trikót, ugye lehet látni bajnokcsapat, a 12-szeres bajnokcsapat most már a Ferencváros, és megtörték a Győr 7 éve tartó uralmát a magyar bajnokságban. Óriási fegyvertény, és való igaz, hogy a Győrnek millió egy gondja volt sérülések miatt, de ezt soha senki nem fogja majd utána megkérdezni, csak azt, hogy ki volt 2015-ben a bajnok, és ez pedig a Ferencváros megérdemelten. És azt gondolom, aki hallott Ambros Martin szavait, ő is tudja, és egy pillanatig nem is vitatja, hogy megérdemelt a Ferencváros győzelme. Két meccsből kétszer legyőzték a Győrt, azt hiszem nincs miről beszélni. Minden esetre azért itt a díjak átadása, az aranyérmek átadása egy picikét olajozottabban is mehetne. Egyelőre a győrieket próbálják visszaterelni a pályára, akik szintén a szurkolóknál voltak kint. Először majd ők fogják megkapni az ezüstérmet, és aztán jöhet majd a bajnokcsapat, a Ferencváros. A győri lányok is nagyon sportszerűen megköszönik a bíztatást a szurkolóknak. Ez persze a fradistákat egyelőre mit sem érdekli. És érkeznek az ezüstérmek. Szabó László Zsolt, az MTV a vezérigazgatója adja át az ezüstérmeket a győrieknek. Hát az arcokra van írva minden. De hát ki ne tenne így elvesztett bajnoki döntő után. Azt hiszem, aki valaha sportolt, az pontosan átérzi a vesztesnek a helyzetét, és a győztesét is. Azért 18 és fél éve nem tudott nyerni a Fradi Győrben, hogy ez valami egészen elképesztő sorozat volt, és hogy ezt a lelki terhet is le kellett győzniük, és túl kellett lépni ezen, és megcsinálták. És úgy csinálták meg, hogy végigvezettek a mérkőzésen, ezt nem győzöm hangsúlyozni. És a Győr pedig hol jobban, hol rosszabbul játszott, és hol közelebb jött, hol megint leszakadtak. Nem volt valóban, ugye talán Hodzsika Gyula mondta a szünetben, hogy nem volt igazi vezéregyéniség a győrieknél. Lunde jól védett, sokkal jobban, mint Herr, és Lőke is magára talált erre a meccsre, de ők ketten nem tudták elcipelni a hátukon most ezt a mai mérkőzést. És egy nagyon megérdemelt ezüstérem, amit megkapnak a győriek.
egymás után. És azért na, hogy készültek a fradisták egy külön pólóval, ugye, amiben ünnepelnek. Bár hogy azt szokták mondani, hogy nem jó elkiabálni az ilyet, de hát azért persze, hogy gondol rá az ember. Még a Győr otthonában is gondol rá az ember, hogy sikerülhet a csoda. Ugye a Ferencváros 1966-ban volt először bajnok, 68, 69, 71, ez az Elek Gyula féle korszak, aztán 94, 95, 96, 97, ugye az a Németh András féle korszak, 2000, 2002 és 2007. És most 2015-ben is bajnok a Ferencváros. Ha jól látom, Kovacsics Anikót próbálja Tóth Bálint kollégám megfűzni, legalábbis egy interjúra mindenféleképpen, mert hogy a fradisták még mindig kint ünnepelnek, és akkor hát, ha meg tudjuk hallgatni, hogy belülről ő hogyan látta ezt a döntőt. Bálint, parancsolj! Elképesztően csalódottak voltatok itt egyből a lefújás után, nyilván nem véletlenül. Olyan volt ez a döntő talán, mint az egész szezonatok, ezzel egyet értesz? Igen, egyértelműen csalódottak voltunk. Nyilván a bajnoki címet mi is ugyanúgy szerettük volna. Úgy gondolom, hogy hatalmas gratuláció illeti a Ferencváros. Tényleg ezt a meccset is végig azt gondolom, hogy kézben tartották, okosan kézilabdáztak, mikor feljöttünk, visszajöttünk a meccsbe, akkor sem adtak esélyt arra, hogy esetleg kiegyenlítsünk, és tényleg úgy gondolom, hogy hatalmas gratuláció nekik. Mi hiányzott itt a szezon végén? Fáradtság, variációs cserék, mik, hogyan tudnád összefoglalni? Én lehetségesnek tartom tényleg, hogy benne van, hogy fáradtak voltunk, de nyilván nem fogom erre most azt kell mondanom, hogy büszke vagyok a csapatra, hogy végig küzdötte, végig hajtotta ezt a szezont, és erre volt elég, amint látszik. Nagyon sajnálatos ezt kimondani, de sajnos ez a pályán így alakult, és ezt mutatja, hogy ennyire volt elég. Anikó, köszönöm szépen! Érkeznek lassan a Ferencváros játékosai, akik a kapuban ültek és álltak egy csoportkép erejéig, szóval lassan ők is érkeznek középre a pálya közepére, hogy átvehessék a jól megérdemelt aranyérmet. Nere a Pena, aki nem is akarja szerintem elhinni, hogy bajnokok. 2012 nyarán igazolt Pena a Ferencvároshoz, azt megelőző 6 évben a Navarra csapatában volt, amellyel 2011-ben BL döntőt játszott, és már az első Ferencvárosi évében a zöldfehérekkel ezüstérmes lett a bajnokságban és a kupában egyaránt. Ugye a spanyol válogatott a világbajnoki bronzot nyert a brazíliai VB-n, és volt ő All-Star csapattag is a 2010-es Európa-bajnokságon, ha már éppen őt mutatta a kamera, akkor róla néhány mondatot talán megengednek, hogy elmondjak. És itt pedig a bajnok csapat 2014-15, vajon mi lehet ott bent a fehér körben, oda mi lehet írva? Lehet, hogy egy idézet, lehet, hogy egy üzenet. Minden esetre, ha jól látom, Szucsánszki Zita már csókolgatja Magyarország női kézilabda nemzetközi első osztály bajnok csapatát, akkor nagyon egyszerű a megoldás. Köszönöm szépen, hogy megmutatták. Szóval Szucsánszki Zitáik már ott csókolgatják az aranyérmet. És dr. Szabó László Zsoltnak sokkal könnyebb dolga van, hogyha mosolygós hölgyeknek kell átadni ezt a díjat, akik viszonozzák az ő mosolyát, mert itt most mindenkinek fülig ér a szája már a másik oldalon. Nagyjából a csapat fele már megkapta, itt van az aranyérem. Tomori Zsuzsa, aki jövőre így Győrben folytatja, tehát a bajnok csapattól igazol majd ide Győrbe. Azt mondta, azért szeretne a Győrhöz jönni, mert BL-t szeretne nyerni, és úgy érzi, erre itt van esély. Cifra is megkapja az aranyérmét. És hát ott van utána Szamoránszki Piroska, aki ott volt 2007-ben az utolsó fradi bajnok csapatban.
Ugye Szucsánszki Zitával ők ketten vannak még abból a csapatból. Készülnek a különböző fotók. Bízom benne, hogy azért a Ferencvárosból is, Pena közben a Ferencvárosból is sikerül majd valakit előbb-utóbb elcsalni onnan az ünneplésből, mert most azért még együtt vannak a lányok természetesen. Egy Fradi pesgő, az már üres szerintem. Ha igen, abban már nincsen, lehet hozni a következőt. Nem tudom, még lehet, hogy még a lányok sem nagyon fogták föl, hogy bajnokok lettek. Így Győrben megnyerve a második mérkőzést, mint hogy Ele Gábor is azt mondta, hogy ezt ő még nem igazán fogja föl, hogy sikerült. Ott áll nagyon szolidan a sor végén Ele Gábor, majd ő is megkapja természetesen az érmet, meg mindenki a stábból. Azt hiszem, majd talán este lesz itt óriási ünneplés, meg persze bent az öltözőben már a világ szem elől elvonulva, amikor csak egymás között vannak a lányok. Itt kapja meg Ele Gábor az aranyérmet, aki megcsókolja. Tomori Zsuzsa és Pena. Most minden fotós ott van Ele Gábor mellett, és előtte egyébként őt fotózzák, a bajnoki aranyérmes Ferencváros mesterét. Na, és gazdára talált az utolsó aranyérem is ebben a pillanatban. Elfogytak az érmek, jelentem. Itt van egy díszes tál is, itt nem serleg van, hanem egy díszes tál, amit gyorsan le is pesgőznek természetesen, de hát ennek a tálnak már csak ez lesz a sorsa. Tomori Zsuzsa csókolja meg ebben a pillanatban. És kézről kézre jár, ahogy az ilyenkor persze lenni szokott. A magasba emelt trófea. Úgy látom, hogy nagy trófea magasba emelésre készülnek Penáék. Na, ha jól látom, akkor sikerült Szucsánszki Zitát elcsalni, úgyhogy Bálint, parancsolj! Bajnoki tál és pesgőfürdő közben kihoztam Szucsánszki Zitát. Hát Ele Gábor nem tudott nekünk értékelni, mert azt mondta, nem hiszi el, hogy bajnok a Ferencváros, viszont a csapatkapitány elhiszi el, hogy ez megtörtént. Most már elhiszem. Igazából nagyon nagy élmény volt az otthoni meccs, és ez is csapatként iszonyatos, amit a pályára kivittünk tényleg. Mindenki egytől egyig. Nagyon szeretném kiemelni a Zsuzsit, Tomori Zsuzsit, ugye jövőre már pont az Etónál fog játszani, de iszonyat, hogy mit letett a pályára. Úgyhogy én nagyon köszönöm neki, hogy eddig játszhattam vele, és a Vérten Orsinak is ugye abba hagyja, de tényleg egy élmény volt, és szerintem ez megkoronázta a pályafutásukat. Sokat említetted te is a szezonban azt a légüres teret, amiben volt a Ferencváros a harmadik hely és az első hely között. Nem akarok ünneprontó lenni, de jobb lett idén a Ferencváros, vagy a György gyengült annyira, hogy utolértétek? Szerintem mindkettő. A Lipcse meccsben azért nagyon sokat tanultunk, azért két végjátékot is azért most jól lehoztunk. Az pedig tény, hogy tényleg meggyengült az Eto, de hát mikor, ha most nem. Ma mi döntött? Foglalkozunk ezzel a meccsel is azért, mert volt egy. Máshogy jöttetek ki, máshogy akartátok. Ez döntött tényleg ebben a döntőben? Talán az, hogy tényleg megint... Most tényleg nem tudok
olyan embert mondani, aki ne tett volna hozzá, és tényleg megint voltak extra teljesítmények, a Zsuzsi, a Nere, tényleg a szélsők is, a kapus teljesítmény iszonyatos volt, a Pirinek a beálló góljai, a védekezése, tényleg mindenki hozzátett, és ez így egy csapat. Na azért engedlek el, mert le fogsz maradni az évvégi csapat fotóról. Gratulálok! Így van, a bajnoki döntő második etapjának főszereplője, akit mindenki emlegett, Tomori Zsuzsanna itt áll mellettem. Hát kulcsfigura lettél ezzel a második meccsel. Kijött belőled végre az, ami talán ki kellett, hogy jöjjön? Hogy érzed? Igen, abszolút. A első meccsen, ugye az elején, amikor átadták a virágot, akkor talán akkor döbbentem rá, hogy úristen, én elhagyom azt a klubot, ahol tényleg 5 éve mindent megtettem azért, hogy sikeres legyen. Ott bevallom, egy kicsit görcsös voltam, de úgy jöttem ide, hogy ami bennem van, azt megpróbálom kiadni, és én nagyon-nagyon örülök, hogy végül a legértékesebb kupát sikerült megnyernünk. Szucsánszki Zitától megkérdeztem, hogy a Ferencváros lett-e erősebb idén, vagy a Győr gyengült nagyon, te mit mondasz ebben a kérdésben, hogy végül is a bajnoki arany a ti nyakatokban van? Igen, az arany a miénk, úgy gondolom, hogy azért a Győr gyengén volt, tehát egy Amorim Görbicki esése már nekik azért nagyobb probléma, de úgy gondolom, hogy ehhez nekünk nagyon nagyot kellett küzdeni, hogy behúzzuk, hiszen ők a BL-ben, ahogy meneteltek, nagyon kevés csapat tudta őket megverni. Mi idén azért 3-szor el tudtuk őket kapni, és én arra vagyok a legbüszkébb, hogy végre most Győrbe tudtuk őket megverni. Úgyhogy ez egy számomra nagyon-nagyon szép búcsú. Jókor váltasz? Ez majd kiderül. Zsuzsi, köszönöm szépen, gratulálok! Figyelek. Nem értem. Nem hallom, ugye. Nem értem. Jó. Berni, csak akkor azt kérdezzük, hogy nem tudom, ki hall engem, hogy mi...